A hajós élet fejlesztését támogatja a kormány a nyaraló hajózással. A kikapcsolódás ilyen formája azért is lehet majd népszerű, mert a szállásnyújtó hajók külön vezetői engedély nélkül is irányíthatóak, így bárki használhatja az arra alkalmas vízterületen. Útvonal kialakítás és kikötők építése is szerepel a turisztikai fejlesztések között. Ezekhez a Magyar Kajakkenu Szövetséggel is egyeztettek, de bicikliutak építése is várható a zempléni térségben, hangzott el a pénteki sajtótájékoztatón Tokajban. A Tisza-tó felső Tisza közötti szakasza a Bodrog kiválóan alkalmas a nyaraló hajós vízi turisztika elindítására, a keleti főcsatorna Hajdú-Szoboszló és a Hortobágy bekapcsolása pedig kiváló lehetőséget nyújt a folytatásra. A vízfelületek jelenleg nagyrészt kihasználatlanok, infrastruktúrájuk fejletlen. A nyaralóhajózás megnyújtja a vidék idegenforgalmi szezonját, április 1-től október végéig. Európa szerte évi több mint 100 000 vendég bérli a nyaralóhajókat általában ebben az időszakban. Azzal, hogy a kikötőket kiépítjük, azzal a települések nem csak erre a 20 hajóra számíthatnak, hanem a kikötők kiépítésével meg fog sokszorozódni az ezeken vizeken közlekedő hajóknak, motorosoknak a száma. Hogyha a vizitúra megállóhelyeket is kiépítjük, akkor a vizitúrázók száma, ami azt hiszem, hogy egy rendkívül nagy jelentőséget, lehetőséget jelent majd a környék településeinek. Az a feladatuk, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, tudják elérni, hogy megálljanak a vizitúrázók, legyen miért megállni a nyaraló hajózóknak is, és hosszabb távon azt mondják, hogy egy ekkora vízfelület akár 150-200 nyaraló hajót is el tud látni Nyugat-Európában. Reménykedünk azzal, hogy azáltal, hogy az állam ezt elindította, azzal ezt az egész hajózást generálni fogja, egy lendületet ad neki. A nyaraló hajózás hazai meghonosítása a magyarországi egészségturizmus lehetőségeit is kiszélesíti. A tokai térség kiválóan alkalmas arra, hogy a bor és gasztrokultúrát még szélesebb körben népszerűsítse. Ezáltal a hazai gyártású termékek exportpiaca is bővíthető, hangzott el a sajtótájékoztatón. Kisköre mellett ugyanis Tokajnál alakítanak majd ki komolyabb kikötőt a fejlesztés részeként. Egy kikötőpont az egy mindig fontos dolog, mert ugye ott fognak kikötni azok a hajók, amelyek ugye közlekedni fognak a Bodrogon vagy a Tiszán, és ezek a kikötők, ezek azt feltételezik, hogy itt meg fognak állni az ideérkezők, és ezzel be fogjuk tudni csalogatni a hajón lévőket a városba, aminek nagyon komoly szolgáltatás fejlesztéssel járhat, mert én úgy ítélem meg, hogy ezeken a hajókon olyan minőségi turisták fognak megjelenni, aminek a hatását szolgáltatásokban is majd figyelme fogjuk venni, vagy eredménye lehet, mert ezek a vendégek valószínűleg magasabb szolgáltatási színvonalakat fognak igényelni, és ez a városban generálhat egy szolgáltatásfejlesztést, amit én nagyon fontosnak tartok. Európa más országaiban a nyaraló hajózásra épülő turizmus már 50 éves múltra tekint vissza. Az 1960-as, 1980-as években állami segítséggel elindult a vízi utak rekreációs célú újrahasznosítása. Előbb Franciaországban, majd Angliában és további országokban is, amely új értelmet adott a vízi utaknak és rendkívüli fejlődési lehetőséget a környező településeknek.